A középfeszültségű hálózatokon alkalmazott legveszélyesebb oszlopképekhez értünk. Közel 70 ezer felmért oszlop alapján a hagyományos építésű, madárvédelmi szempontból kezeletlen fejszerkezetek közül a feszítők, valamint a szintén többnyire feszítő funkciójú, leágazó vagy csomóponti oszlopképek bizonyultak legveszélyesebbnek. Amint közel 6 ezer keresztartó burkolattal ellátott oszlop felmérése alapján a magyar papucs sem segített érdemben. Az oszlop típusok relatív veszélyességének megadásakor az egy típusba sorolt, felmért oszlopok kapcsán dokumentált madárelhullás mértékén túl az adott kategóriának a hálózaton való előfordulási arányát is figyelembe vettük. A vonali feszítő oszlopok esetén a madárvédelmi megfelelőség viszonylag egyszerűen teljesíthető. A sodrony végfeszítő szerelvényét vagy az előre formázott végkötést úgy kell beállítani, hogy a vezeték vége a föld felé irányuljon, és a túlérő vezeték vég az indokolt legrövidebb méretű legyen. A burkolt áramkötéseket a fejszerkezet alatt kell vezetni, indokoltan a fejszerkezet felett átvezetett burkolt vezető csatlakozó kötését a sodrony végkötés vagy a végfeszítő szerelvény előtti részén, azzal párhuzamosan indítva kell kialakítani. A végkötésből, végfeszítő szerelvényből túlérő vezetékvéget csak a fejszerkezet alatt átvezetett burkolt vezetőnél lehet a csatlakozó kötés kialakítására használni. Fanfejes szigetelőket fejrésszel lefelé mutató helyzetben kell rögzíteni. Kritikus a burkolt terelő szigetelő megfelelő, azaz nem fémes rögzítése. A feszültség alatt álló sodrony a burkolat túloldalán lévő fémes szerelvényt is befolyásolja, elszemesedhet, és az ezt érintő madár pusztulását okozza. A szigetelők terén igazi hosszú távú megoldást a legalább 780 mm hosszú szigetelők alkalmazása jelenti. Az első közös egyeztetéseken már 2010-ben elhangzott elvi madárvédelmi minimumot ténylegesen az MVM DMASZ áramhálózati Kft. Által 2019-ben bemutatott, majd rendszerbe állított 800 mm-es rúdszigetelő teljesítette. Megszülettek tehát azok a megoldások, amelyeket sok éve emlegettünk, mint madárvédelmi megközelítések szerint kívánatos típusok, a vonali feszítőoszlopokat biztonságossá tevő hosszú 780 és 800 mm-es szigetelők. Ezek jelentősége a legveszélyesebb oszloptípusokon abban áll, hogy a korábbi változatokkal ellentétben, ahol a sárga vonalon elképzelt pozícióból a szárnyát kinyitva már egy közepes termetű madár, például egy ölyv, bele tudott simítani a halálát okozó sodronyba, az új szerelvény esetén egy nagy termetű sas sem éri el a kritikus részeket, és ezt a szigetelő nagy átmérőjű szélső ernyőzete még tovább akadályozza. Ez az előrelépés szinte minden áldozatként ismert faj, de különösen a nagy termetű fajok, így például fehérgólyáink és a hazai sasfajok számára korszakváltó. A bemutatott hosszú rúdszigetelőkkel a rekonstrukciók keretében is felújítható a hagyományos rendszer, és valóban madárbarát új hálózat építhető a jövőben. Ahol azonban a vezeték nyomvonala megtörik, a veszélyes, fázispotenciálon lévő sodrony a törésszöggel arányosan fokozatosan közelebb kerül a szigetelőket rögzítő kerethez. Ez 120 fokos nyomvonal törés esetén még 780 vagy 800 mm hosszú feszítő szigetelőknél is eredményezheti egy nagy termetű faj pusztulását. Azaz 120 fokos vagy annál nagyobb mértékű nyomvonal törés esetén, tehát 90 és 120 fok között már egyértelműen kiülőt kell szerelni a sarokfeszítő oszlopra. Az optimális kialakítású kiülő a fejszerkezet anyagával azonos, vagy hasonlóan hosszú élettartamú, pi-formájú, legalább 500 mm lábmagasságú. Vonali sarokfeszítőkön a feszítőkeret hosszabbik éleire mindkét oldalra fel kell szerelni. 120 és 178 fok közötti nyomvonal törésben álló feszítőkre nem szükséges kiülőt szerelni. A képen látható megoldás egy helyes felépítésű, ám az adott oszlopon nem kötelezően szerelendő, és a keret hosszanti tengelyvonalára illesztett kiülőt mutat. Végfeszítők esetén nem kritikus kiülőt szerelni a beérkező nyomvonalra merőleges keretre, ahol pedig törésszögben érkező sodronyok miatt indokolt, a beérkező sodrony felüli élére
igazítva tölti be ténylegesen funkcióját. Következnek a gépekkel, készülékekkel szerelt oszlopképek.